Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal Bill Gatesről lesz szó. Elkezdjük azzal az érdekes rövid interjúval, illetve részlettel, amit itt láthatunk, melyben elmondja, hogy hogyan is járul hozzá ő az úgynevezett üvegházhatású gázok kibocsátásához, mekkora az ő karbon lábnyoma, majd aztán át fogunk térni az eugenikára, és mi is az ő szerepe ebben a folyamatban, ami összefoglalva fajnemesítést jelenti, az elitnek az a törekvése, miszerint megszabadul az emberiség nagy részétől, a fölösleges csak evőktől, hogy létrehozzanak egy tisztább, felsőbbrendű fajt. Mielőtt ezt elkezdenénk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Kezdjünk is neki. I probably have one of the highest greenhouse gas footprints of anyone on the planet. Ugye azt mondja, hogy nekem van körülbelül a legnagyobb üvegházhatású gáz lábnyomom, vagy karbon lábnyomom az összes ember közül itt a világon, ezen a földön valószínűleg. You know, my personal... Ugye azt mondja a műsorvezető, illetve az interjúvaló, hogy ez ironikus, nem gondolja? Mine alone is gigantic. Ugye, hogy az én személyes repülési lábnyomom, vagy karbon lábnyomom, az gigantikus. Now I'm spending quite a bit to buy aviation fuel that was made with plants. Ugye rengeteget költök arra, hogy olyan repülőgép üzemanyagot vegyek, amely növényi alapanyagú. Most ezek az ökörségek, hogy elektromos jármű, meg növényi alapú benzin, meg üzemanyag, ez nevetséges. Nem tudom, hogy a többség nem jön rá, hogy ez csak szánalmas a gondolat. Mit számít, hogy honnan szedjük azt az üzemanyagot, hogyha úgyis elég a légkörben, a végeredménye ugyanaz lesz. És az előállítási folyamat során keletkező mindenféle melléktermékek, illetve hogyha mondjuk az akkumulátorra gondolok, mikor elhasználódik, akkor keletkező káros anyagok, az a mennyiségű szemét, ami létrejön azzal, összességében véve ugyanott vagyunk. Ez azért van, szerintem, mert úgy van kitalálva a világ, hogy bizonyos kilométer megtételéhez szükség van bizonyos mennyiségű energiára, és kész. És hogyha fene-fenét eszik, akkor se lehet megoldani kevesebből. Hogyha elektromosan akarjuk, jó, de akkor majd a gyárakban, illetve az erőművekben fogja a szenet megtermelni, meg az akkumulátor előállítása során. Hogyha fosszilis üzemanyaggal közlekedünk, akkor, hogyha sétálunk, akkor meg többet kell lennünk, teljesen mindegy. Érthető? Nem lehet ezt megoldani másképp. El kell ezt fogni. És hazudnak. Nyugodjon bele mindenki, hogy hazudnak. Ez az egész széndioxid ökörség, meg üvegházhatású gáz, ózonjuk, meg ezek a dolgok, ez mind csak arra megy ki, hogy az emberiséget kontrollálhassák a széndioxid kvóta segítségével. Úgy, hogy egyértelmű az, amit mondtam, hogy ők továbbra is ugyanazt az életformát fogják folytatni, amit eddig csak meg fogják tudni vásárolni. Mert most azt mondja, hogy ő repülhet, mert ő közben széndioxidot visz le valami módon a föld alá, mint ahogy elmondja ezt most. Széndioxidot levisz a föld alá. Ilyen tiszta idióta dolog. You know, I switched to an electric car, I've used solar panels. Elektromos autóm van, most már napelemeket használok. I'm paying a company that actually at a very high price can pull a bit of carbon out of the air and stick it underground. And so I'm offsetting my personal emission. Yeah, I probably fizet egy céget, hogy a levegőből a széndioxidot a föld alá levigye. Egyszerűen nem hiszem el, hogy felnőtt emberek ilyeneket elhisznek, hogy ennek van valami értelme és meg valóság alapja. Hogy a levegőből széndioxidot a föld alá levisz. Nem megy a fejembe, de tényleg. Persze neki lehet, szóval ő repkedhet, mert ő annyira fontos, hogy ő aztán majd megvásárolja ezt a széndioxidot. Hogy fogom megvásárolni én? Hogyha nekem lenne pénzem, akkor én is repkedhetnék. Miközben itt van egy interjú, ahol elmondja,
hogy milyen borzasztó, hogy nincsenek még meg ezek a panelek, amelyek eldönthetnék, hogy egy ember érdemes-e egészségügyi szolgáltatásra, vagy nem. És hogyha nem, és mégis költjük rá a pénzt, az azt jelenti, hogy valamennyi tanárt például el kell bocsájtanunk, hogy milyen szörnyű világban élünk. Olvassa mindenki magának. So if, as long as you're dealing with a finite amount, as the medical cost goes up, and that shows up both in state budgets as so-called state Medicaid spending, and it shows up in the federal budget as Medicare, and their part of Medicaid, it squeezes out everything else. So right now what you see is it's squeezing higher education. You're raising tuitions at the University of California as rapidly as they can, and so the access that used to be available to the middle class or whatever is just rapidly going away. That's a trade-off society is making because of very, very high medical costs. Annyira magas az egészségügynek a költsége az Egyesült Államokban többek közt, meg számos nyugati országban, hogy el kell venni azt máshonnan azokat az összegeket a költségvetésből. Hát akkor tegye fel magának mindenki a kérdést, hogy mire fizeti a társadalom biztosítást, hogyha mégis máshonnan kell elvenni ezt az összeget. Ez az egyik, de most jön a következő. And a lack of willingness to say, you know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's... Szóval el kell dönteni a társadalomnak. De nézzük tovább. I mean, in other words, we That's haven't right. had this type of allocation. We're making that trade-off because of huge medical costs that are not examined to see which ones actually have no benefit whatsoever. Igen, mert hatalmas egészségügyi kiadások vannak, és nem vizsgálja meg senki azt, hogy mi az, van-e értelme egyáltalán ezeknek. Minden, amiről beszéltem eddig az évek során, ez csak egyszerűen úgy van, el kell ismerni mindenkinek. Nem is lehet tudni, hogy ér-e valamit az, amit csinálna. Ő maga mondja el, Bill Gates, aki mindig igazat mond, ő az ennek a profétája, ennek az új világrendnek. Nem? Hát akkor fogadja el tőle mindenki. Nem is lehet tudni, hogy van-e érdemi haszna annak a beavatkozásnak. And because of pension generosity, we will be laying off over 100,000. És a nyugdíjrendszer is túl nagyvonalú. Túl nagyvonalú a nyugdíjrendszer, amit 40 évig az embertől rabolnak el a fizetéséből, azok a százalékok, és aztán azt visszakapja, ez túl nagyvonalú. Szóval nem hogy még sajnálja a pénzt arra az idős ember, aki végdolgozta az életét, hogy az utolsó 3 hónapján inkább halljon meg, mint hogy kezelni kelljen, de még a nyugdíjrendszer is túl nagyvonalú, és elmondta, néhány perccel ezelőtt mutatta meg, hogy ő repülővel közlekedik, és vásárolja, hogy a széndioxidot levigyék neki a föld alá, hogy ő tudjon repkedni tovább. De tőlünk sajnálja azt a nyomorult életet, amit mindannyian élünk. Teachers, which, you know, I'm very much against that, and the whole AFT will agree with me on that. 100,000 tanárról beszél, hogy ki kell rúgni. Azért, mert ő tisztában van azzal, hogy elöregszik a társadalom. Nem arról van szó, hogy túlnépesedés van, hanem szépen lassan kihalnánk. Elöregszik a társadalom. Nem születnek új gyerekek, és egyre több idős van, aki gondozásra meg nyugdíjra szorul. Ezért van az, hogy ennyi tanárt el kell bocsájtani. Mert az arányok megváltoznak hirtelen, ahogy leesett a születésszám. Magyarmegmaradásért.hu weboldalon olvashatjuk azt, hogy 1934. júliusában Németországban hoztak egy törvényt, az egészségügyi rendszer egyszerűsítéséről. Ennek keretében genetikai és fajhigiéniai információs központokat és egészségügyi irodákat hoztak létre. A törvény leírta az emberek bejelentésének, értékelésének folyamatát is, akiket aztán a genetikai egészségügyi bíróságra küldtek, ahol sterilizálásról született döntés. Az információt, hogy valaki genetikailag betege, rutin információszerzés keretében gyűjtötték az orvosi rendelőkben és a jóléti hivatalokban. És akkor most mindenki szépen csak gondoljon bele abba, hogy mennyi módon tesztelnek minket mindenféle ürügyekre hivatkozva. Ilyen teszt, olyan orrba dughatós, nyál kell hozzá, ilyen DNS, amolyan, küld el a postán, itt vért vesznek, ott vért vesznek, beoltanak, stb. Jóléti hivatal. Standard kérdőíveket készítettek a tisztviselők a Dehomag segítségével, amely az 1930-as években az IBM-nek volt a leányvállalata. Mint erről is csináltam számos videót az Infobubble YouTube csatornákon, hogy ezek a cégek, amik ma olyan nagyok, mint a Coca-Cola vagy az IBM,
ezek már akkor is a nácikkal együtt dolgoztak. Nem azért, mert sunyiba együtt dolgoztak, hanem azért, mert a háttérben ugyanaz az erő működött. Minden csak egy nagy színház volt annak érdekében, hogy a geopolitikai sakjátszma eljuthasson ahhoz a végkifejlethez, amit most látunk. Hamburgban az orvosok a központi egészségügyi útlevél archívumnak adták tovább az adatokat az emberekről az életegészséggel kapcsolatos teljes megfigyelések keretében. A megfigyelés során információt gyűjtöttek orvosoktól, bíróságoktól, biztosító társaságoktól, sportkluboktól, katonaságtól, laboratóriumoktól, iskoláktól, stb. Az információkért cserébe előnyökhöz juthattak a szolgáltatók. A hitleri Németországban így kezdődött a válogatás, az egészségjavítás állarca mögé bújtatva is lettek a kezdeti próbálkozásoknak később súlyos következményei, ahogy ezt a történelemből már ismerjük. Ugyanebben az időszakban egy orvos és egy pszichiáter, Kraepelin és Röden mindketten lelkesen támogatták az elméletet, miszerint a német faj túlságosan háziasodottá vált, és ezáltal a mentális betegségek és más állapotok elterjedtebbé váltak és más állapotok. Röden kidolgozta a mentális rendellenességek empirikus genetikai prognózisának koncepcióját, gyakorlatilag arról van szó, hogy egyfajta előrejelzés tapasztalati úton vizsgálatokkal. Rödenre nagy hatással volt sógora és hosszú ideig barátja és kollégája Alfred Plötz, akit a faji higiénia atyának tartottak, melynek alapjait 1895-ben megalkotta. Ez volt az eugenika, amelyet társadalmi darwinizmus ihletett, és nemzetközi viszonylatban is népszerűvé vált, csak úgy, mint a pszichiátriai betegek önkéntes vagy kötelező sterilizálása a kezdetekben még Amerikában. Röden később külön épületet és kibővített tanszéki költségvetést kapott, elsősorban az amerikai Rockefeller intézet finanszírozásával. Az intézet hamarosan nemzetközi hírnévre tett szert vezető pszichiátriai kutatásonként, ideértve az örökletes genetikát is kutatások miatt. Amit Németországban elkezdtek abban az időben, nem volt más, mint az eugenika kísérletezésének a kezdete. Ez maga a faj nemesítésnek az elmélete. Informed arról számol be, most mindezeket észben tartva, amit eddig hallottunk, hogy már nem annyira vitatott kérdés a designer babáknak a technikája. Designer baba az azt jelenti, hogy az ember megválogathatja születendő gyermekének a génállományát, illetve módosíthatja azt. A tudósok azonosítani tudják a hibás gént hordozó embriót a laboratóriumban, és ezzel szinte teljes mértékig garantálni tudják, hogy az érintett pároknak egészséges gyermeke szülessen. Ez pontosan az, amit 1930-ban Hitler csinált, csak akkor nem tudták ezt még megtenni technikailag, de most már megtudják. A technika segítségével mintegy 2000 gyerek született világszerte már. Szóval ez már megy ez a dolog, közülük 1111-00 az Illinois Masonic Medical Centerben. Masonic az kőműves jelent, a Mason az kőműves. Az Illinois kőműves, úgy mint hogy Freemason vagy szabad kőműves. Berlinski azonban most egy más eredményről számolt be Bolognában, arról az újfajta módszerű, melyet szövettanilag tipizálni lehet az embriókat, hogy a meglévő testvérrel való összeférhetőséget ki tudják mutatni. 2017-ben már az Origo arról írt, hogy nem a tervezett babákat engedélyezték, de szabad jelzést kapott az emberi génsebészet. A jövőben engedélyezni kellene a génsebészetet az öröklődő betegségek kezelésére vagy kialakulásának megakadályozására, de a módszert nem szabadna alkalmazni a designer babák előállítására. A génsebészetet, mely lehetővé teszi a DNS pontos vágását, beillesztését már egy ideje használják az alapkutatásban és azokban a klinikai tanulmányokban, ahol nem átörökítő testi sejteket vonnak be. Akik ellenzik, azzal érvelnek, hogy egy ilyen lépés csúszós lejtőre vezetné a kutatásokat, melynek végén ott vannak a tervezett vagy designer babák. AllianceForScience.org Bill Gates szerint a gén manipuláció vagy gén vágás az segíthet az emberiségnek 2018-ban. Bill Gates szerint ezzel az új technológiával lehetőségünk nyílik arra, hogy manipuláljuk a génállományát az élőlényeknek a saját javunkra, és ezzel megoldjuk az élelmezés problémáját, illetve a mezőgazdasági nehézségeket. Bill Gates apja pedig
a Planned Parenthoodnak volt az egyik elnökségi tagja, Planned Parenthood pedig az amerikai eugenikának az úttörője, akit érdekel, az utána tud ennek nézni. Ez már matud.hu, a magyar tudomány, Pasternak Alfrednak egy cikke ez. 1933. július 14-én a náci kormány az újszülöttek genetikai megbetegedését megelőző törvényt hozott ennek értelmében. Örökletes betegségben szenvedő egyéneket akaratuk ellenére sterilizálni kellett. Az egyénekre vonatkozó döntések meghozatalára genetikai bíróságokat alakítottak. Ezek mindegyike három orvosból állt, sterilizáltak 42,5%-ánál. Az indikáció gyenge elműség volt az ok, magyarul összességében orvosi segédlete, mint egy 400 ezer embert sterilizáltak a náci rendszer időszakában. Volt tehát egy genetikai bíróság, egy orvospanel. That's called the death panel. But that's called the death panel, the death panel, the death panel, the death panel. Death Panel, halálbizottság, úgy, ahogyan az volt, a nácik idején genetikai bíróságokat alakítottak, akik eldöntötték, hogy ki az, aki szaporodhat, és ki az, aki nem szaporodhat, úgyhogy sok sikert mindenkinek az új világrendben. A német orvostársadalom aktív politikai szereplésében mérföldkövet jelentett az eutanázia program elindítása 1939-ben. Mit jelent ez? Az eutanázia elméleti alapjait 1920-ig nyúlnak vissza. Ekkor jelent meg két eminens német professzor, Binding és Hoche, elhíresült könyve az életre érdemtelenek megsemmisítésének szükségessége címmel. Munkájukban kifejtették, hogy a gyógyíthatatlan betegek, elmebetegek, szellemileg visszamaradt vagy deformáltan született gyermekek orvosi segítséggel való meggyilkolása kívánatos, mivel mind az egyéneket, mind az államot nagy tertételtől szabadítja meg. Mint ahogyan ő is beszéli itt, mikor azt mondja, hogy vagy fizetjük a 10 tanárt, vagy fizetjük az öregnek az orvosi ellátását az utolsó 3 hónapra, de se baj, mert majd ezt a halálbizottság meghozza ezt a döntést. That's called the death panel. Izgul már valaki, hogy túlnépesedés van, meg széndioxidból is túl sok van a légkörben, hogy vajon majd engedélyezni fogják neki, vagy az ő gyerekének, hogy szülessen gyereke, vagy idős korában lekapcsolják a gépről, mert egyszerűen csak túl sokba kerül. Hitler utasítására 39 májusában Karl Brandt vezetésével bizottság alakult, tudományos alapon. Feladata az volt, hogy a retardált vagy deformált csecsemőket megsemmisítse. Az orvosoknak az általuk szült vagy kezelésük alatt állt gyermekekről jelentést kellett készíteni, amit három orvosból álló bizottság bírált el. Akiket kiválasztottak, arra jelölt kórházakba kerültek, ahol szájon át vagy injekcióval adott méreggel megölték őket, a szülőknek hamis halotti bizonyítványt küldtek, és értesítés, hogy a gyermeket közegészségügyi érdekből elhamvasztották. Röviden megindítása után az eutanázia programot kiterjesztették a 17 évesekig, 17 éves korig, majd végül a felnőttekre is. Kiadta azt a dekrétumot Hitler, hogy az orvosok autoritása vagy hatalma kiterjesztendő arra, hogy a legjobb emberi ítélőképesség alapján gyógyíthatatlannak minősített embereket kegyelem halában részesítsék. Genetikai betegségben szenvedők tartoztak ebbe a csoportba, de rajtuk kívül, akik 5 vagy több éve kórházban kezeltek, továbbá akiket javíthatatlan bűnözőnek nyilvánítottak, s végül azokat a betegeket, akik nem német vérűek voltak. 70 ezer ember szerepelt ebben az eutanázia programban, ennyi áldozat volt. Ez a sterilizáció meg eutanázia program lényegében az, amiről ő burkoltan már beszél. Túl sok ember van, el kell távolítani az embereket, a világról léte kell hozni a halálbizottságot, túl sok széndioxid van, persze ő utazhat, csak mi nem, illetve szépen ki kell szűrni, hogy ki az, aki érdemes szaporodásra, és ki az, aki nem. Ki fogja ezt eldönteni majd az, akiket ők kijelölnek, akik uralják és irányítják ezt a világot. Persze elmondja ő ezt személyesen, itt van egy nagyszerű összeállítás a videa.hu weboldalról, melynek címe már elkezdődött a népességcsökkentés. Ebben szerepel, ha jól láttam, Bill Gates, Ted Turner, illetve Rockefeller is. A már jól ismert klippek, de azért mégis az ismétlés nem árt.
$10 billion over the next 10 years to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance. So az egyik cél az, hogy csökkentsék a népességnek a növekedését. Annak ellenére, hogy a népesség növekedése az első számú és legfontosabb faktor a gazdaság növekedéséhez, hisz több ember nagyobb termelő és felvásárló erőt jelent. Ezért tudott annyira fejletté válni a jelenlegi világ, mert szaporodott az emberiség. Ha megáll a szaporulat, akkor megáll a fejlődés is, de őket már ez nem érdekli régen. Teljesen mindegy, elérték a célt, amit akartak, legalábbis azt gondolják, most már digitálisan örökké élhetnek. De itt van Ted Turner, aki ugyanezt mondja. But what's wrong with the population? I mean, we're too many people. That's why we have global warming. Reducing the population growth. Warming. That's what. What's wrong with the population? I mean, we're too many people. That's why we have global warming. Ugye mi a probléma a népesség növekedése? Az, hogy túl sok ember van, ezért van globális felmelegedés. Reducing the population growth. Csökkenteni kell a népesség növekedést, mondja Bill Gates, de itt van a Business Council on Foreign Relations. The negative impact of population growth, the United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population. Ugye azt szeretnék, hogyha stabilizálni lehetne a népesség növekedését, ami csökkenés jelent, és ez az Egyesült Nemzetek, az ENSZ-nek a fő feladata. Itt van egy Fox News-on készült interjú. Figyelj mindenki arra, hogy mi az, amiről szó van itt. From an office in California, this is my question. You're saying something very controversial here, and I hope people understand what you're saying. You think there should be fewer people in the United States? I'm trying to figure out which people are the undesirables. You pointed out you think immigrants are undesirable. Oh my God. Kik azok az emberek, akik nem kívánatosak? Ha azt mondja, hogy túl sok ember van, akkor kik azok, akik nem kívánatosak? Ezt fel lehet tenni Bill Gatesnek ezt a kérdést, meg mindenkinek, aki arról beszél, hogy túlnépesedés van. Ki lesz az, aki szaporodhat, és ki lesz az, aki nem? Hisz ha senki nem szaporodhat, akkor nem lesz több ember, és kihal az emberi faj. Remélem azért ennyi esze még mindenkinek marad, hogy ezt belássa. Még megmutatom azt a részét ennek a videónak, amikor Epicyte-ról van szó, ez egy biotechnológiai cég lényegében, aki kifejlesztette azt a gént, amely ugye Terminator génnek hívják, tehát terméketlenné teszi a gabonát, vagy bármit, amiben ezt beépítik, annak érdekében, hogy a magot újra meg kelljen vásárolni. A probléma azonban a következő az Epicyte-tal kapcsolatban. Is Epicyte. Epicyte. Patented a product, patented a gene, which causes both men and women who eat it, in the form of any product, to produce antibodies, rendering them irreversibly sterile. Now, DuPont and Monsanto formed a joint venture, purchased the Epicyte firm, and, quote, commercialized the Epicyte gene. Do you? Még mindig úgy gondoljuk, hogy ezek az emberek túlórában azért dolgoznak, hogy nekünk jobb legyen, mert ha igen, akkor itt van még egy rövid részlet Bill Gates TED előadásából, amit már említettem oly sokszor. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job, we could lower that by perhaps 10 or 15%. The density in the poor areas is greater than they can grow the food. The benefits there in terms of reducing the population growth. The only vaccines that reduce the population, notes the site Prison Planet. És még egy részletet megmutatok ebből, ugye ebben a zsákban található szódium fluoride
És ez az, amit önt ez a férfi bele ebbe a tartályba, fogalmam sincs, hogy ez hol van, most teljesen mindegy, és a lényeg az, hogy akik magyarázzák, hogy a fluorid a vízben, meg a fokrémben, meg ennek nincsen semmi probléma ezzel, csak figyeljen mindenki, aztán nézze meg alaposan ezt a zsákot, és döntse el magának, hogy úgy tűnik-e, mintha nem lenne semmi probléma ezzel a fluorid dologgal. És hogyha veszi a fáradtságot bárki, akkor megnézheti fokrémeknek a dobozát, amelyben van fluorid, és arra rá van írva, hogy ez egy méreg, és ha az ember lenyel egy bizonyos adagnál többet, akkor orvoshoz kell fordulnia. Ez csak néhány módszer abból, ahogyan a népességet igyekeznek csökkenteni. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót. Amit szerettem volna elérni, az ugyanaz, amit mindig is, amire mindig is törekedtem, az pedig az, hogy az információ rendelkezésre álljon mindazok számára, akik keresik az igazságot, és megértetik azt, hogy a világ ez egy egész más hely, mint aminek azt nekünk mondják, illetve aminek gondoljuk, vagy akár aminek tűnik. Most, hogy itt van ez a videó, gondolkozzon el mindenki azon, hogy vajon tényleg úgy van-e, hogy ez az elit, ez azért dolgozik, idézőjelbe vett elit. Mindezek a szövetségek, mint a, vagy szervezetek, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete, vagy a Világbank akár, vagy a Council on Foreign Relations, és a többi. Ezek a bizottságok, ahol tanácskoznak, a világgazdasági fórum, vajon azt akarják tényleg, hogy egy szép új világot építsenek, ahol mindenki majd az alapjövedelméből fog utazgatni, meg nyaralgatni, meg munkanélkül tengetni az életét, vagy valami más van készülőben a háttérben. Köszönöm mindenkinek a figyelmet még egyszer, hamarosan újra jelentkezem, addig is mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!